A vádirat szerint a korábban szüleivel lakó 34 éves férfi és az édesapja évek óta tartó rossz viszonyban voltak. A férfi többször súlyosan bántalmazta az édesapját, aki egyszer életveszélyes sérülést, egy másik esetben súlyos testi sérülést szenvedett. A férfi viselkedése miatt a szülei elköltöztek az otthonukból. Az édesapa főként csak az állatok gondozása miatt járt haza. 2021. szeptember 3-án este az édesapa a karcagi házukhoz a kutyák etetése miatt érkezett. Találkozott a fiával, és mivel aznap már mindketten alkoholt is fogyasztottak, ismét vitatkozni, veszekedni kezdtek, ami verekedéssé fajult. Édesapja kérdőre vonta őt, hogy a bírói tiltás ellenére mit keresott. A felek alkoholos állapota miatt ismét vitatkozni, veszekedni kezdtek egymással. Az utcáról bementek, előbb az udvarra, majd a bejárati ajtó előtti előtérbe. A sértett kezébe vette a kerítés kapuját biztosító egyik láncot, és a veszekedés közben azzal a vádlott felé csapott, akit a lánc nem talált el. A vádlott a láncot elvette apjától, azt eldobta, majd legalább két alkalommal ököllel megütötte a sértett mindkét arc felét. Az ütés következtében a sértett a földre esett, majd a vádlott elől bemenekült a lakóházba. A vádlott a sértett után ment, majd a hálószobában ismételten dulakodni kezdtek egymással. Eközben mindketten az ágyra estek, úgyhogy a vádlott a sértett fölé kerekedett. A vádlott tovább bántalmazta, teszerte a sértettet, majd egyik kezével leszorította a sértett karját, a másikkal megragadta a sértett nyakát, és addig szorította, amíg a sértett már nem mozdult. Az idősebb férfi fulladás következtében pár percen belül életét vesztette. A fia ezek után a házat elhagyta, és alkoholt fogyasztva a környező bozótosban éjszakázott. Másnap hajnalban ment vissza a házhoz, és a 112-es segélyhívón orvosi segítséget kért. Az ügyészség a férfival szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre és közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt a vádiratban. Továbbá indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, a férfi nem bocsátható feltétele szabadságra. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni, a döntést a férfi letartóztatásban várja.